Srácok, jobban nem kezdhetett volna ez a hétvége, komolyan mondom. Csajtos szép reggelt várok mindenkinek, csajtos szép napot, attól függ, hogy mikor nézzük ezt a videót. És igen, már így el is jutom az egész mindenséget videó elején. Pump Shotgun vissza fog térni, és nem egy év múlva, hanem hamarosan. Erről fogunk beszélni amúgy ebbe a videóba, és plusz még a csomó kiszivárgott dologról, ami be fog következni pénteken, vagy csütörtökön, bocsánat, az új seasonben. Rengeteg mindenki van likelve, rengeteg újdonság, és rengeteg jó kis fincsi dolog, őszintén mondva. Csavassátok szét ezt a like-bot, nagyon nézd meg, köszönöm a legújabb feliratotok, akik megcsapatták azt a feliratos gombot, hogy te is itt szeretnél szerepelni, nagyon nézd meg, köszönöm előre is, hogy megcsapod azt a feliratos gombot, papi. Térjünk is bele a témába. Amíg a témába térnék, srácok, a zenebar linket megkapjátok a leírásban, olcsó, eredeti játékok, már tudjátok már, hogy miről van szó, és nem csak játékok, hanem PS cuccok, Xbox cuccok, Fortnite cuccok, minden cuccok, például most 1850 forint alatt is kaptok egy csomó játékot, megkaptad a linket, papi, a leírásban ajánlom. Ja, és még valami, amit szerettem volna mondani a videó elején, hogy ha használod a friss support creator kódot az item shopba, akkor van esélyed megnyerni a következő Battle Pass-t, a következő új Battle Pass, Chapter 4 Season 2 Battle Pass, szóval írd be a free support creator kódot az item shopba, és esetleg küldd el nekem a Discord szerveren, van egy külön szoba, ahol becsatolhatod a képet. Nagyon nézd meg, köszi, ha nincs Discordod, akkor Instagramon. Térünk bele akkor a témába végre! Szóval srácok, ennyi. Az első pár másodpercben én el is mondom nektek, Pump Shoti vissza fog térni a következő seasonbe. Oké? És a Pump Shoti vissza fog térni a következő seasonbe. A régi Pump Shoti. Elvileg, most például én Sinát nyitottam ki, de iFireban kirakta ki, HypeX is kirakta, egy csomó adatbány, ezt kirakta egyébként, hogy a Pump Shoti vissza fog térni a következő seasonbe, azaz csütörtökön. Viszont, láttam egy olyan posztot is, hogy nem a régi Pump Shotit kapjuk vissza, hanem lesznek némi változásai amúgy a Pump Shotinak. Most ezt nem tudom amúgy, hogy mire értik amúgy, nem tudom, hogy mire értik, hogy milyen változások lesznek a Pump Shotinak, de a fő, hogy visszatér, és újra mondom, nem egy év múlva, hanem most ebben a seasonben vissza fog térni a Pump Shoti. És a Pump Shotiról beszélünk, srácok, szedték ki amúgy az emberek, hogy we receive a new version of the following weapons in chapter 4 season 2, szóval a Pump Shoti megváltoztatják egy picit, és úgy kerül be a játékba, és a Ranger Assault Rifle-t is ugyanúgy, szóval a kettő OG fegyvert amúgy vissza fogjuk kapni következő seasonre, de úgy, hogy egy picit változtatnak rajta. Nem tudjuk, hogy mit változtatnak még jelenleg rajta, nem tudjuk, hogy mennyit változtatják, de lesz változtatva, és be fog kerülni a következő szezonra. Következő info, srácok, mert látjátok, hogy egy kicsit sok minden ki van nyitva, srácok, mert tényleg annyi minden infót kaptunk meg amúgy a következő szezonról, hogy ez már valami hihetetlen. Szerintem sose volt ilyen, hogy ennyi kiszivárgott dolog legyen amúgy kiszivárogtatva, még a season elkezdése nélkül. Szóval, Chapter 2 Season 2-nek lesz legalább kettő új fegyvere. Több mint kettő fegyvere lesz egyébként, meg is mutatom hamarosan. Szóval lesz egy Smart Pistol, okés, ami Tracking Onto Enemies. Most ez nem tudom, hogy mit jelent. Szerintem vagy egy olyan, mint a Shadow Tracker, vagy a Shadow Pistol, nem tudom, hogy mi a neve, hogy elkapod az enemit, és aztán látod falon keresztül egy pici ideig, vagy Tracking Onto Enemies az azt is jelentheti, hogy a Smart Pistolnak a lőszere követi az ellenséget. Igen. Igen, ez lehetséges a Fortnite-ba, mert a következő seasonnak a témája amúgy Neo Tokyo valami, szóval eléggé a jövőbe vagyunk amúgy a következő seasonben, nagyon-nagyon fontos. Szóval igen. Rope and Chains Grenade Launcher. A.K.A. Chain Grenade Launcher. Ez nem tudom, hogy mi amúgy. Ez nem tudom, hogy mi. Rope and Chains. Ez egyértelműen a rope amúgy, ez kötél. A chains pedig abból a vasból a... Nem jut eszembe most, de értetek amúgy is. Nem tudom, hogy ez mire lesz amúgy szükséges. Nem tudom, hogy mit fog csinálni. Chain. Nem tudom amúgy. Lánc a chain. Nem tudom, hogy... Lekötöd vajon a földre az ellenséget, hogy ne tudjon mozogni, vagy nehezebben fog mozogni, hogyha elkapja, vagy nem tudom amúgy, ezt nem tudom, hogy mi lesz, kíváncsi vagyok amúgy, mert halványira a fingom sincs, amúgy nincs annyi kreativitásom, amúgy most reggel amúgy az agyamban, hogy tudjam, hogy mit is fog csinálni ez a Grenade Launcher, a Chain Grenade Launcher, de papi, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mit fog csinálni, amúgy egy Lance Grenade Launcher, tényleg írjátok le kommentbe, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Next info, srácok. Some upcoming
/scrapped exotics. Szóval ezek az exotikok, meg a bejövő dolgok még. Balloon Sniper. Jó hallod? Lesz. Jó kis? Lesz. Gaz Sniper. Lesz, oké? Lesz. Szerintem ez a Gaz Sniper ez úgy fog működni, mint a Stinky Bow szerintem. Slug Projectile Shotgun. Egy új shoti, nem tudom, mit fog csinálni. Flare Shotgun. Gondolom tűz valami, I don't know. Rift Pistol. Gaz Grenade Launcher. Firefly Grenade Launcher. Boogie Bomb Grenade Launcher. Boogie Bomb Grenade Launcher, mondjuk ez elég jó. Ugye a Boogie Bombbal rengeteget lehet fanolni amúgy. Rengeteget lehet fanolni a Boogie Bombbal. Most már van egy Grenade Launcherünk, ez rohadt jó amúgy. Ezt még élvezem. Ezt várom, hogy bekerüljön. Őszintén, ezt várom, hogy bekerüljön. Next info, srácok. Itt amúgy látottok amúgy egy csomó augmentet, ami be fog kerülni. Ezt nem fogom nektek most felolvasni. Oké? Viszont bejön egy új katana fegyver, ami nagyon fontos, hogy nem egy csákány, hanem egy katana fegyver. Tudsz, vagy tudunk futni a falon. Tudunk, walkik, ez nem tudom, hogy mi amúgy, walkiket nem tudom, hogy mi amúgy, de tudunk futni a falon, walkik, I don't know, hogy mi, és 15 új augment kerül be. Az itt van amúgy az augment, ha akarjátok, pauzáltok le a videót, és olvassátok el, nézzétek meg, elég jó augmentek, viszont new katana weapon, nem tudom, hogy mi lesz ebből, őszintén mondom. Az első alkalom, amikor megvan srácok a season előtt, az egész Battle Pass, igen, itt néztetek, ez az összes Battle Pass skin. Szóval 8 Battle Pass skin. 8 Battle Pass skin, srácok. Elég okésak. Főleg ez innen, ez nagyon-nagyon tetszik, meg ez is nagyon-nagyon tetszik. Ez a kettő nagyon-nagyon tetszik nekem. Írjátok majd lekommentben nektek is amúgy, hogy mi tetszik, meg kíváncsi vagyok. Viszont igen, 8 Battle Pass skin kapunk, rohadt jól néznek ki szerintem, és igen, ez 100%-ig info, hogy ez be fog kerülni. First person, srácok. Nagyon-nagyon sokat beszéltünk amúgy a belső nézetről, igen, most már be fog kerülni a következő seasonbe. Oké? First person is coming to the next season. Be fog kerülni, végre ki tudjuk mi is próbálni amúgy a belső nézetet. Alig várom, őszintén mondom, alig várom. Ugyanúgy Hypix is kirakta egyébként a belső nézetet, szóval igen, be fog kerülni 100%. Most amúgy gondolom, hogy a season elején, viszont nem biztos, nem 100% még, hogy a season elején amúgy fog bekerülni. Erre még rátérünk majd. Season 2-ben, srácok, lesz egy legendary augment, ami rebootol minket, amikor meghalunk. Növeli a max shieldet, vagy ad nekünk Siphont. Siphon az, tudjátok, hogy kapunk HP-t minden egyes damage-nél, amit adunk az ellenségnek. Most eddig van amúgy a shotgunnal Siphon, de többé valószínűleg akkor lesz az IR-vel vagy SMG-vel is. Szóval legendary augment, oké, és legendary, 3 legendary augment, egyértelműen egyik, amikor, egy amit, ami rebootol, amikor meghalunk, ez az nagyon nagy amúgy szerintem. Egy, ami maxolja a shieldet, ami megint nagyon nagy amúgy, ha még 50 shielder van több, az már nagyon sok. És a harmadik pedig Siphont ad amúgy IR-rel vagy bármivel. Nagyon-nagyon nagy. Best augmentek. Amúgy legendary augmentek nagyon-nagyon fontos. Kíváncsi vagyok, hogy mit kell majd tegyünk a legendary augmentért. Következő info, srácok. Star Wars együttműködés folytatódik a következő seasonben, és kapunk még 2 skint, srác. Oké, és férfi skin lesz mind a kettő, még nem lehet tudni, hogy még 2 skin lesz. Ugyanúgy írjátok le kommentbe, hogy szerintetek még 2 skin lesz, mert tényleg most nem live-olok, ez nem egy live, ez egy videó, tudjátok már ti is. És mikor írtok kommentet amúgy videó alá, én meg szoktam nézni főleg ilyen témákba, mert érdekel, hogy ti mit gondoltok. Live-okban meg például írjátok le a chatbe, egyből olvasok, de most már a kommentbe kell írjátok videókba. Szóval írjátok le a kommentbe, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy még 2 skin, 2 férfi skin fog még bekerülni a Star Wars-ból. Szóval a Star Wars szerint is következik újra és újra. Következő seasonben, chapter 4, season 2-ben. Utolsó info, srácok, amiről szerettem volna beszélni. Az van egy pár ilyen info, ami például visszajön a Lucky Landing V2, szóval ez volt a Lucky Landing Chapter 1-be. Kedvenc helyen volt, Chapter 1-be. Neo Tokyo POI jön, vagy visszatér, inkább jön, mert visszatér még nem, nincs hogy, ez Neo Tilted egyébként itt, és így fog kinézni amúgy az új helyszín is. Oké, és ez lesz a témája a seasonnek, szóval nagyon-nagyon a jövőbe vagyunk. Futuristic Motorcycles, szóval ilyen jövőbeli motorbiciklik, oké, és most például vannak azok a crossok, de szerintem azok most már
nem tudom, van egy glider, most nem tudom, hogy mi a neve, de van egy glider, ami ugyanúgy egy ilyen futurisztikus motorbicikli, szerintem úgy fognak kinézni majd. Új fegyó, ami például egy pisztoly meg egy shoti, okés. Glowing tubes you slide on as mobility while holding your weapon. Ezt nem tudom, hogy mi amúgy, glowing tubes, ezt értem, hogy mi, de nem tudom, hogy ezt hogyan is képzelem el amúgy. Szóval tényleg ez passz. És egyértelműen amúgy a katana, új fegyver, én nem tudom, hogy ez mit fog csinálni, őszintén mondom, nem tudom, hogy mit fog csinálni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy nem olyan lesz, mint a Star Wars fegyő, a lightsaber, mert ha olyan lesz, mint a lightsaber, hát nem tudom, srácok, hogy hova megyünk, komolyan mondom, nem tudom, hogy hova megyünk. Srácok, ezek amúgy a legfrissebb és a legújabb kiszivárgott dolgok amúgy a következő seasonről, de remélem, hogy tetszik, nekem nagyon-nagyon bejön, most már egy kicsit kezdem érezni a hype-ot is. Csabassátok szét a like-ot, hogyha ideig eljutottatok, iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsetek el használni a friss kódot az itemshopba, nagyon szépen köszönöm. Írjátok a kommentben hogy a véleményeteket egyértelműen, és mi meg találkozunk a következő videóval, vagy a live-val. Sziasztok!